Girán Gábor, devizakereskedelem. Blaze Taylor, social media marketing. Szabó Kristóf, az online marketing. Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit, az én nevem Szabó Kristóf, és itt van a kedves kollégám is most velem, Blaze Taylor. Szia, Blaze! Hello, hello, sziasztok! Gabival most valami történt, szerintem lehet tanulni, vagy dolgozott, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a részt is megtartjuk ketten kivételesen a Blaze-zel. Amiről ma fogunk beszélni, hogy mi történne akkor, hogyha a mostani tudásunk megmaradna, tehát minden, amit eddig tanultunk, tapasztaltunk, stb. Az megmaradna, azonban mindent elvesztenénk, és mondjuk 100 000 forint maradna a pénztárcánkba. Tehát hogyan próbálnánk meg felépíteni magunkat 100 000 forintból? Blaze, mit szólnál ez a témához? Így most feldobom neked. Én adom. Na hát akkor igazából menjünk is ezzel tovább. Tehát 100 000 forint, viszont a tudásunk megvan. Mindig ugye én azt mondom nektek, hogy a tudás a legfontosabb, és a tudásba fektetni a legfontosabb, mert az soha nem vész el. És én hiszek abba, hogy ha valaki a tudásába fektet, annak van a legnagyobb megtérülése. Csak hosszú távon kell gondolkodni, mert ez nem olyan, hogy befektetsz a tudásodba, veszel egy könyvet, az dur, milliomos leszel. Tehát, hogy ez fasság. Viszont, hogyha elolvasol, mondjuk, ez olyan, mint a fekvőtámasz. Hogyha egyben lenyomsz 100 fekvőt, nem leszel kigyúrva. Viszont, hogyha minden nap lenyomsz csak 10-et, akkor igen. Ugyanez például most viccen kívül behozom a könyvklubot. Ha te most egyben elolvasod az összes könyvet egy nap alatt, attól nem lesz tudásod. Viszont, hogyha minden nap csak egy picit olvasol belőle, akkor igenis fel tudod halmozni a tudásodat. Tehát ezt is azért jól kell használni. Blaze, kezdjük veled akkor. Tehát próbáljunk úgy beszélni akkor, hogy a legelején rólad beszélünk csak az adásnak, tehát körbeírjuk azt, hogy minden, utána pedig akkor a végén... Oksa. Hát figyelj, hogyha nekem van 100 000 forintom és a jelenlegi tudásom, mindenképpen egy olyan vállalkozásba kell szerintem bekezdeni, ami nem igényel akkora nagy tőkét, és akkor itt már kiesett rengeteg. És akkor a 99%-uk kiesett. Ja. Tehát igazából a részvényekkel nem kezdenék el foglalkozni a Swix, az utóbbi eset margójára, ugyebár. Igen. Szerintem egyébként ugyanazt csinálnám, mint most, tehát mindenképpen network marketingbe kapizsgálnék, ott választanék van jó pofa céget, mert ugye ott viszonylag kevés tőkével egy olyan vállalatból tudsz részesedni, ami már kész van. És neked már csak úgymond ki kell húzni belőle a pénzedet, az meg tőle függ, hogy mennyit és mennyi idő alatt. És mivel már ebben nekem megvan a tudásom, mert már foglalkozok vele körülbelül lassan egy éve, ezért úgy gondolom, hogy ha most elkezdeném, akkor szerintem egy hónap alatt dupláznál a pénz most így viccen kívül. Tehát egy hónap alatt szerintem tudnál duplázni akkor a pénzedet. 100%. Hát végül is igen, mert ugye ott is kapcsolatok vannak, meg tudás, meg ilyenek, és ezt tényleg tudom mondani, hogy a network marketing azoknak jó, akiknek nincs sok tőkéje, mégis el akarnak kezdeni valamit. Ha meg neked megvan a tudásod, ugye, akkor tényleg nagyon gyorsan lehet menetelni a network marketing. Csak ugye az is jön, hogy először kitanulod, és akkor utána csinálod, vagy folyamatosan tanulsz mellette, ugye. Úgy lehet csinálni, meg tapasztalsz. Akkor azt mondjuk, tehát próbáljunk meg akkor egy ilyen stratégiát felvezetni, tehát hogy te azt mondod, hogy te a network marketingbe gondolod ezt az egészet, kiválasztottad a céget, tök mindegy, hogy melyik cég, onnantól hogyan csinálnád? Ha megvan a tudásom, vagy hogyha nincs meg a tudásom? Így, ha megvan a tudásod, tehát hogy most csak rólunk beszélünk. Ja, hát ezt én elárulom nektek. Nehogy már még a végén megnézze többi network marketing, és az kicsikarja belőlem ezeket az információkat, hogy csak azt mondd el, hogyan lehet egy hónap alatt nagyon sikeres. Akkor csak azt mondnak, hogy átlagosan akkor hogyan kezdenéd el, tehát ilyen nagyon alapokat, hogy emberekkel vennéd fel a kapcsolatot. Nem venném fel emberekkel, hirdetnék ezerre. Hirdetnék, aha, jó. Okay. Hát a 100 000-ből mit tudom én, fele tagsági, fele hirdetés. Aha, hát akkor így oszolna meg az egész. És felvennéd az emberekkel a kapcsolatot, lenne már egy alap kis csapatot, gondolom. Igen, persze. Tehát egyrészt emberekkel is felvenném a kapcsolatot, de azt nem olyan mértékben. Meg mint, mert a hirdetésekből nyilván felvenném az emberekkel a kapcsolatot. Igen. Csak hogy mit tudom én, először közvetlen ismerősök, meg az, akiről úgy gondolom, hogy érdekel, már azért sokkal jobban át tudom adni, mint annó, szóval. Ja.
Hát ja, annó elég szarul adta át, hát ez ilyen. De kellett az ahhoz, hogy most ilyen jól tud átadni. Tehát viccen kívül ez is benne volt. Oké, és akkor mit gondolsz, mondjuk az, hogy a network magazin pont ilyen exponenciális, de mit gondolsz, mondjuk akkor fél év alatt mennyire tudnál eljutni 100 000 forintból, meg a meglévő tudásodból? Fontos, hogy a meglévő tudásod. 100 000 fél év alatt? Fél év. Szerintem ilyen 6 kiló. Havi 6 kiló. Nagyon. Hát exponenciálat fél év múlva, 6 kiló. Az mondjuk komoly. Jó, tehát azért itt is azt azért fektessük le, tehát mi nem azt mondjuk, hogy bárki, aki elkezd network marketingelni 6 hónap alatt havi 6 kilót fog keresni, ezt most így szögezzük le. Ez akkor lenne, hogyha a mostani tudásunkkal, mondjuk Blaze meg én elkezdenénk egyet csinálni. Igen. És ez és akkor is azt mondom, hogy ebből tehát az összes profit visszaadna fektetve, és nem lenne az, hogy én kiszednék ebből pénzt. Azt elmondom, tehát mielőtt bárki azt hinné, nem, ez nem így van. Ja, tehát most viccen kívül amúgy, Blaze, tehát azt is megnézhetnénk, hogy most mi mondjuk mennyit fektetünk vissza, mert én mondjuk még most összedek ki belőle pénzt, vagy hát minimálisat kiszedek, de nagy része az forog vissza folyamatosan. Ja. Na igen. Az a baj, tudod, hogy úgy voltam vele én is, hogy mit tudom én, amikor már ennyit keresek, akkor fixen jó lesz, mert akkor marad nekem is. De amúgy kapzsik vagyunk, meg mohók, és akkor úgy vagyunk bele, hogyha de jó van, de hogyha ezt visszafektetjük, akkor egyébként sokkal több pénzt kereshetünk később, és inkább a későbbet választjuk, mint azt, hogy most kiszedjük, és nem lesz később belőle semmi, nem ezen a szinten megrakadunk, megrekedünk. Hát ez tipikusan a késleltetett jutalom példája. Szerintem ez egyáltalán nem problém, tehát hogy szerintem ez nem mohóság, meg kapzsiság, inkább csak a helyes gondolkodásmód, hogy most lemondok róla, hogy később több legyen. Valaki meg erre azt mondja, hogy hát persze, hogy visszafektesz, mert azt mondja a cég, hogy fektes vissza, hogy nála kölcs. Nem erről van szó. Abszolút nem köteleznek semmire, és nem is a cégbe fektetünk vissza, hanem a mi üzletünkbe. Azok, akik ezt mondják, azoknak a gondolkodásmódja nagyon durván nincs helyén szerintem. De ja, amúgy az a durva, hogy pont a network marketingről lesz egy YouTube videónk is, a Budai Dáviddal, a Budillionaire-rel vettünk fel egy sorozatot, és azt hiszem az első része Forex-es lesz, az pénteken ment ki Dávid oldalán, és most valamikor a héten fog kijönni a network marketinges is a mi oldalunkon. Ez jó lesz, mert úgy beszélgettünk direktorot, hogy Dávid azokról mesélt, amiben ő volt benne, mármint nem network marketing terén, hanem ilyen online vállalkozások terén, én meg azokról, amikből én. És pont a ketten kiegészítettük egymást, mivel Dávid ő inkább introvertáltabb személyiség, én meg inkább extrovertáltabb személyiség vagyok. Tehát nem is nagyon mentek egymáshoz a kettő, amit mi csináltunk. Ez érdekes volt. Oké, és bármi még, amit így hozzátennénk ez a network marketinges dologhoz, hogy ezzel indulnál? Hát figyelj, igazából szerintem jól járnék fel egy év múlva, körülbelül. Az biztos. De nagyon fontos, hogy a tudása meglegyen az embernek. Viszont el lehet kezdeni a network marketinget úgy is, hogy nincs tudása az embernek, és mi is úgy kezdtük, hozzáteszem. Hát mindenki úgy kezdi, mindenki úgy kezdi. Csak ne legyenek irreális elvárásai, mert pont a Dáviddal is erre lyukadtunk ki, hogy az a baj az emberekkel, hogy túl gyorsan akarnak túl nagy dolgokat elérni. És bejön nulla tudással, akár a network marketingbe, akár a Forexbe, és az a baj, hogy mit tenni, ilyen 3 hónap alatt már 500 000-et akar keresni. És ez nem reális egyszerűen teljesen. Viszont, hogyha adna magának mondjuk 3 évet ebben az egészben, és 3 év után nem keresne 500 000-et, akkor ki lehetne jelenteni azt, hogy oké, okay, ez nem teljesen nekem való. Igen, pontosan. De három meg... Ugye, amit Dani szokott mondani, hogy ugye ebben a csapatban, ugye a mi csapatunkban, akik benne vannak, abból igyekszünk, mit tudom én, 3 év múlva elég jó jövedelemben rendelkezőket csinálni, mondjuk, mit tudom én, 1 000 000 forint havonta, vagy 2, és hogy most neked nincs, mit tudom én, 4-5 éved arra, hogy keresél havi 2 000 000 forintot, ne beszéljünk már. Ja, tehát, hogy most, ha valaki azt mondaná neked, igen, ez így szokta menni, ha valaki azt mondaná neked, hogyha 4-5 évig ebbe dolgozol, akkor ennyit fogsz keresni, akkor igen mondaná, vagy nem? És mindig ezt mondja, hogy igen. Mert, és az a baj, figyeljetek. Utána a második nap ír, hogy hát átgondoltam, mégse nekem. Számolgattam, meg ezek, tudod, ez a legrosszabbak. És most, ennyit a nagy 4 millió forintos bevételre. Ez megint menjünk át akkor egy picit gondolkodásmódba szerintem. Jó. Ez tipikusan az az esete, hogy az emberek meggyőzik magukat arról, hogy mondjuk ez nem nekik való. És volt olyan a leggyorsabb, aki belépett a csapatunk. Tehát nekünk azért a csapatunkban egy elég komoly kiválasztási folyamat van.
Tehát nem lehet, mint egy random írsz, hogy szeretné hozzánk tartozni, nem lehet. Ki kell tölteni egy kérdőívet, utána egy Zoom hívás, és a többi, és a többi. És volt egy olyan, képzeljétek el, hogy kiválasztottunk egy embert, mert úgy voltunk vele, hogy tök jókat írt, tök jó volt a mentalitása, minden, és fél nap után írt, hogy ez, ő átgondolta, és ez nem neki való. És nem is értettük, hogy honnan gondoltad, tehát még tananyagba se kezded bele körülbelül, hanem csak magát meggyőzte, hogy ez nem neki való. És az a durva, hogy az emberek... Ja, meg kiküldött 40 embernek borzasztó üzeneteket, szóval aki esetleg megkapta, akkor én sajnálom belső körben, tehát tudjátok ki, vagy tiltsátok. És az a durva, figyeljetek, hogy az emberek ezt mondják, hogy ja, ennyi pénzt akarok keresni, meg annyit akarok keresni, de amikor ott vagyunk, hogy oké, de ehhez dolgozni kell, akkor már nem annyira kell nekem. Hát akkor már jön az a munkahely, amiben be kell járni. Igen, igen, igen. És tipikusan az van, tudod, hogy nem az történik, hogy megpróbálják a munkamorájukat felemelni a céljaikhoz, tehát hogy rájönnek, hogy mondjuk, mondok egy példát, 1 milliót akarok keresni havonta. Oké, de ehhez nem 8 órát kell dolgozni, hanem 10 órát kell eleinte dolgozni. Hát, az kúra sok, nem akarok. Inkább akkor legyen csak 8 óra, és 600 000. Tehát az történik pontosan, hogy leadják a céljaikat, és nem felemelik a munkamorájukat ahhoz, hogy ténylegesen elérjék a célt. És ez az elsődleges nagy probléma szerintem itt. Ez mind Forexben, mind a network marketingben. A másik, hogy túl gyorsan akarnak dolgokat, és úgy vannak vele, hogy 2 hónap után nekik ez nem tetszik, hogy ez off, ez nem működik. Most teljesen bármelyikről beszélhetnénk, Forexről. 2 hónap után rájönnek, hogy ez nekem nem tetszik, ez nem jó, és feladja az álmait azért, mert 2 hónap mondjuk nehéz volt, és emiatt inkább 30 évet ledolgozik. Figyelj már, 2 hónapig jársz iskolába, lesz neked érettség? Na látod, hogy na. És az 2 hónapig jársz focizni, le leszel igazolva? Na látod, hogy na. És azt tudom, hogy az emberek ezt tényleg nem tudják helyén kezelni. Persze tisztelet a kivételnek, akinek ne vegye magára, általánosítások vannak, stb. Stb. De ezt én nagyon sok ember mintája alapján tudom mondani, és nem csak network marketingben volt bármi. Tényleg Gabi tudna mesélni a forexesekről, én tudnék mesélni a vállalkozókról, mert vannak ilyen, ezeket hívják amúgy turista vállalkozóknak, tőled, akik kipróbálják, tehát kiváltják az egyéni vállalkozóit, mindent csinálják, hogy durra 1 hónap vagy 2 hónap múlva, ez nem nekem való, ez nekem nem kell, stb. Kisebb próbáltam még, hogy milyen, jött egy nehézség, és azonnal feladta inkább. Ja, nekem is vannak ilyen ismerőseim. De amúgy figyelj, tehát a vállalkozások ugye 90%-a 3 év után offolódik. Csődbe megy, ja. De amit meg tudok még ide hozni, ezt nekem pont Dávid mondta, Budai Dávid, hogy a broker cégeknek az oldalain amúgy ki is van téve, hogy a kereskedőknek a 80%-a veszteségben zár. Uh-huh. Tehát a kereskedőknek a 20%-a az, aki elviszi a 80%-nak a pénzét. És ez tipikusan az, hogy azért, mert az a 80% az csak ilyen turista, tudod, így bejön, teszegeti a pénzt, de amúgy nem tetszik neki, inkább kilép, tudod, veszteséggel, azt hiszi, hogy kurva nagyot tud keresni, mert mi is ilyenek voltunk, tehát hogy én is kipróbáltam a Forexet még Gabival, és én is turista voltam, mert tudod, lett egy jó kereskedés, vérszemet kaptam, dur, pakoltam bele a pénzt, és veszteséggel zártam. És én ezt nem is szégyellem egyáltalán. Most ez van igazából. Én felmerem vállalni azt, hogy kapzsi voltam ott, és emiatt buktam el pénzt. Úgyhogy, de mindegy, igazából itt a gondolkodásmódokat kell szerintem legelőször helyre tenni. Nem véletlenül van a GOAT formulának a G betű az első helyén a gondolkodásmód, és nem a P, mint pénz van az első. Nem véletlenül a pont is G. Így van, így van. Okay. Van még ide valami, Blaze? Vagy menjünk az enyémmel akkor, és akkor nézzük meg azt, hogy a menjünk a tiéddel, figyelj. Na, Kristóf, figyelj, te, hogyha most kaptál 100 000 forintot, elvesztenéd mindenedet kivéve a tudásodat, akkor mibe fektetnél, ugye, ha már a tudásodban nem kell? Jó kérdés. Én mindenképpen akkor megpróbálnék egy vállalkozást létrehozni, de egy olyat, ami szolgáltatás alapú, és csak a tudásom kell, tehát például tanácsadói vállalkozás. Tehát, hogy például én szerintem egy marketing tanácsadói kisvállalkozást húznék fel, mert ahhoz, hogy befizessem a katámat, kell 50 000 forint, ugye? Tehát 100 000 forint az azt jelenti, hogy 2 hónapra elegendő pénzem van. És én non-stop
felkeresném azokat az ismerőseimet, akik bíznak bennem, és tudom, hogy vállalkozásuk van, és tudom, hogy tudok nekik segíteni, felkeresném őket, hogy tartok nekik marketing tanácsadást. Lehet, hogy a szűkebb körben lévő barátaimnak felkeresném őket, tartanék ingyen tanácsadást, és a végén kérnék tőlük kettő ajánlást. Tehát azt mondom, hogy ingyen van, de hogyha úgy érzed, hogy értéket adott, akkor két embert mondja a te ismerőseid közül, akinek már viszont pénzért tudnám. De nem csak így random kérnék egyet, hanem azt mondanám, hogy hívd is fel, és mondjad neki, hogy te beszéltél velem, és szerinted neki segítene az én szolgáltatásom, és keresni fogom én őt. Mert mi történik akkor? Az történik, hogy ha mondjuk fordított esetben lenne, Blaze felhívna, hogy tesó, figyelj, most beszéltem egy izével, egy weboldalkészítővel, és hogy szerintem neked nagyon-nagyon sokat tudna adni, majd keresni fog téged. Ha ezután felhívna a weboldalkészítő, az fix, hogy leülnék vele tárgyalni. Mert Blaze mondta, aki a haverom, akiben megbízok 100%-osan. Tehát nem csak így kérnék egyet, hogy ja, adják két nevet, meg ilyenek, hanem belemennék ebbe. És megpróbálnék nekik eleinte egy alkalmas tanácsadást értékesíteni, mondjuk óradíjba 50 ezerért, és akkor az azt jelenteni, hogy minden egyes óradíjjal egy hónappal kitolnám a katámat. Persze most nem számoltuk bele, tudod, a megélhetési költségek, meg minden ilyet, de most attól tekintsünk az első két hónapban, és ez a 100 ezer, ez tényleg csak vállalkozásra menjen. És utána viszont megpróbálni, ha tetszett a tanácsadás, már pedig úgy csinálnám, hogy tetszen neki, akkor mindenképpen megpróbálnék nekik egy havidíjas dolgot értékesíteni. Tehát akár egy havidíjas kampánystratégiát, vagy valamit, hogy mindig kidolgozunk. És akkor így, ahogy fejlődünk, hogy szépen fejlődne a cég is. Viszont ez itt konkrétan ez a jó példája annak, hogy a tudásomat használtam fel annak érdekében, hogy meg tudjak élni, vagy fent tudjak maradni, úgymond ezen a helyzeten. És ezt Gary Vee szokta mondani amúgy, hogy ő egyáltalán nem fél attól, hogy újra kéne kezdenie. Sőt, ő azt mondta, hogy ő amúgy titkon várja azt, hogy egyszer csak bedől minden, és újra kezdheti az egészet, és újra fel tudja építeni magát. Hozzáteszem, én azért titkon nem várom azt, hogy bedől minden, de hogyha nem talán újra kéne kezdeni, nem mondom, hogy boldog lennék, viszont szerintem újra tudnám kezdeni. Hát, és a tudásod meg lenne, az pedig hatalom, és hát azt kihasználni hatalom. És pont, Blaze, nagyon jó, hogy ezt felhoztad. Tehát a tudásunk magába úgy, hogy elveszítjük mindenünket, és van a tudásunk, meg van 100 000 forintunk, lófaszt nem tudunk vele kezdeni. De hogyha a tudásunkat kihasználjuk, tehát elkezdjük értékesíteni a tudásunkat, vagy elkezdjük felhasználni a tudásunkat, akkor az már hatalom, és pénzt tudunk belőle keresni. Tehát ezért van az, hogy amit mondunk, akár a könyvklubban is van, vagy akár a könyvek végén, hogy csináld meg ezeket a feladatokat, akkor tényleg csináld meg, mert az, hogy elolvastad a könyvet, senkit nem érdekel. Nincs meg a tudásod. Csináld meg a feladatokat, és építsd be a mindennapjaidba, hogyha egy nehéz helyzetbe kerülsz, akkor ténylegesen tudjál mit csinálni azzal a tudással, amit már megszereztél. Szerintem az a legnagyobb baromság, hogyha valaki gyorsan végigrohan egy könyvön, leteszi, az jön a következő. És mint egy gép, tudod, így darálja a könyveket, de amúgy tudása meg nem marad, meg semmi belőle, ilyen 5% maximum. Neked volt már ilyen, Blaze, hogy így olvastál könyvet? Na, neki még egyszer? Hogy csak ledaráltad a könyvet, azt jöhet a következő, stb. Volt eleinte, igen. És sok megmaradt belőle? Nem. Na, tessék. Hát, mert nem tudom, azt hittem, hogy minél hamarabb végzek vele, annál jobb vagyok, közben meg magamat felem át, mert nem úgy olvasom el, hogy értelmezem, érted? És az a durva amúgy, nem tudom, neked volt-e már ilyen, hogy mondjuk egy könyvet kétszer elolvastál? Volt, persze. Hogy mind, ha még egyszer elolvasod a könyvet, akkor máshogy fogod értelmezni. Ha nem más tetsz ki belőle. Igen, igen. És ez nagyon durva, tehát nekem vannak olyan ismerőseim, akik van egy bizonyos könyv, ami azt hiszem a Gondolkodj gazdagodj, amit frankon minden hónapban elolvasnak egy fejezetet belőle. Egy fejezet van, de minden hónapban elolvassák. És már kívülről tudják, de mégis más dologra ébreszti rá, és mégis más dolgot szed ki belőle. Tehát nagyon durva ez amúgy. Igen. Azon gondolkodok még, hogy mi az, amit be tudnánk hozni ide, akár network marketingből, akár gondolkodásmódból, vagy mi lenne, hogyha beszélnénk arról akkor, hogy elveszítünk ugye mindent, 100 000 forintunk van, meg a tudásunk. Mi történne ilyenkor egy átlag emberrel? Bepánikolna. Bepánikolna, hogy mit kéne csinálnia, mit tudom én, nem fogom túlélni, stb. Mit csinálnánk mi
ebben a helyzetben. Elmondom, hogy én aztán Blaze-t meghallgatom, de szerintem nagyon hasonló lesz. Nekem általában mindig úgy van, hogyha egy ilyen mindsetbeli gondolkodásom van, hogy bármikor jön egy probléma, ami mondjuk nem is miattam történt, mert most lehet, hogy úgy veszítettük el az összes pénzünket, hogy nem miattunk történt, hanem valami beütött a krak. Akkor először én mindig arra gondolok, hogy hogyan oldhatom meg a problémát, és majd utána megkeresem, hogy mi miatt volt. Tehát én először nem az vagyok, hogy nem hiszem el, hogy miatt elveszítettem az összes pénzet, meg stb. Hanem először... Igen, először rájövök arra, hogy oké, és itt most valamit elbasztunk, és nincs pénzünk. Tehát ezt kell most először helyrehozni. Aztán majd, ha helyrehoztam, akkor lerendezem, hogy ki csinálta ezt velünk. De először helyre kell hozni, és először megpróbál leülni, leülnék, és csinálnék egy nagyon komoly tervet arra, hogy melyik ismerőséget fogom felhívni, kikkel fogok beszélni, és hogyan tudnám ezt a pénzt megduplázni minél hamarabb. És utána megkeresném az adott embert, aki mondjuk csinálta, vagy az adott, nem tudom én, akire lehet haragudni, tudjátok. Please, te hogy csinálnád? Ugyanígy megnézném a lehetőségeimet, mik vannak, elkezdenék agyalni azon, hogy tehát én sem azon, hogy mit tudom én, miért van ez, hanem hogy tudok belőle kilábalni. Keresném a lehetőséget, aztán a lyukat megragadnám, és jönnék velük, aztán csinálnám. Az meg, hogy mi történt, szerintem utána már úgyis leszarnám, és nem keresnék már senkit. Tehát akkor azt mondod te is, hogy te mondjuk nem haragudnál akkor senkire. De beszéljünk arról egy picit, hogy tegyük fel, hogy írtunk egy tervet, összeírtuk a lehetőségünket, és elkezd beindulni az üzlet. Tehát elkezd beindulni, és ténylegesen ott vagyunk, hogy mondjuk a 100 000-ből csináltunk 200-300 000-et. Utána mi lenne a következő lépés neked? Hát figyelj, ugye mindenképpen az, hogy visszaforgatom, amennyit tudok, kb. Annyit is. Mibe forgatom? Hát főleg keresnék külső segítséget, tehát egy mentort, aki ugye tud segíteni a témában, vagy akinek nagyobb tudása van, és ugye ezt nekem átadja. Mindenképpen. Ugye ennek a kiválasztása az már egy másik dolog, mert az már egy sokkal nehezebb folyamat. Arról is beszéltünk amúgy mindjárt, csak a mentor azt szerintem azért nagyon fontos ebben a szituációban, hogy ugye kevés pénzünk van, de csináltunk belőle egy kicsit többet, és kell egy mentor. Miért kell a mentor? Sokan azt mondják, hogy hát hülye vagy, minek kell mentor? Hát inkább fektesd vissza hirdetésre. Minek kell mentor? Hagyjad már ki belőle. Nincs pénzed, minek kell? Nincs pénzed. Azért kell, amúgy elmondom. Mert... Beszélj a hülyeségeket. Mert a mentor az, aki le tudja rövidíteni az utat. Tehát, hogy attól, hogy én kifizetek mondjuk 200 000 forintot, vagy 100 000 forintot egy mentorra, lehet, hogy mondjuk 500 000-re spórol nekem. És jelen esetben ugye nincs sok pénzünk, ezért minden olyan tudás kell nekünk, amivel pénzt meg időt tudunk spórolni, hogy fent tudjunk maradni. Hát nagyon jó mentor, az mentálisan is megtart téged, nem csak szakmailag. Igen, pontosan. És akkor beszéljünk arról, Bléz, egy kicsit, hogy hogyan választanál te mentort? Hú, szerintem én ismerősi ajánlás alapján kérdezgetném az ismerőseimnek, akinek már volt tapasztalatukat, és az alapján próbálnék. Tehát én semmiképpen sem social médiáról rámegyek egy page-re, aztán kezdek beszélgetni valakivel, mert olyan emberek vannak, amilyenek. Igen, ezt jól mondta, de amúgy. Mondjuk úgy, hogy felhígult ez a piac. Felhígult a szakma, igen. Igen, tehát amit én tudok javasolni, amit már megtapasztaltam az idők során, hogy sose az alapján válasszál mentort, hogy milyen kocsikkal, milyen házakkal, mennyi pénzzel pózol az Instagramon. Mert egyrészt az lehet, hogy fake, másrészt meg, ha ilyenekkel pózol, akkor tudod róla, hogy őnek itt kajakra csak a pénzet kell. Tehát persze addig érdekled, ameddig befizettél hozzá, bár akkor se 100%-kal, hanem inkább a pénzed érdekli, de amiután mondjuk, szerintem egy jó mentor viccen kívül olyan, hogy lehet, hogy befizetek 100 000 forintot, mondjuk egy hónapig mentorál, de hogyha másfél hónap múlva feljön egy kérdés bennem, és ráírok, akkor írásban legalább megválaszolja nekem. És nem az van, hogy elküld a picsába, hogy hát fizetésében 100 000-t, azt majd megmondom. És ez a mentor, ez a típusú mentor, ez fix, hogy nem válaszolná meg a kérdéseidet. Tehát az alapján válasz mentort, hogy milyen értékeket akarsz te abban az adott mentorban. Ha valaki kajakra csak a pénzre akar menni meg ilyenek, akkor lehet, hogy neki ezek a típusú mentorok bejönnek. Bár hozzáteszem, szerintem nem. De nekem például, meg Blazer is, vannak olyan mentoraink, akik rakat pénzt keresnek tényleg, mégis egyetlen egy sportkocsival nem látom pózolni. Sőt,
nem látom, és inkább a családjával van fent az Instagramon, meg inkább ezeket az értékeket közvetíti, mint hogy azt, hogy mennyi pénzt keresett ebben a hónapban, meg milyen kocsikkal, meg ilyen pezsgővel, meg ilyen dolgokkal megy ide, meg oda. Nem mondom azt, hogy nincsen kint egy-egy kép az Instagramon, de nem e köré épül fel az egész, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Mit gondolsz erről, Blaze? Abszolút egyet tudok érteni vele. Tehát nekem is sokkal szimplibb az, hogyha nem egy vagizásból, meg flexből van az Instája, hanem tényleg ilyen családi képek, meg baráti társaság, mit tudom én, a gyerekről, a gyerkőcről, vagy ilyenek. Tehát ez sokkal szimpatikusabb. Fontos, hogy olyan mentort válasz számoknak, akivel tudsz azonosulni, és úgy tudod, hogy, vagy úgy gondolod, hogy ő kb. A jövőbeli éned. És ja, azon az utoljára, tehát fogsz. Mondjad, Blaze? Hát, hogy azon az úton jár, hova te szeretnél menni. Igen, igen. Mert pontosan, hogyha olyan életet szeretnék élni, mint a mentorom most, akkor tőle kell tanácsokat kérnem. Ha viszont, mit tudom én tényleg csak vagizásból akarok rohadt sok pénzt, meg ilyen, meg olyan, akkor kajak olyan mentort kell választanom, aki azt az életet éli, mert ő fogja megmutatni, hogy hogyan kell úgymond átverni az embereket, meg hogyan kell ezeket csinálni. És ezt most viccen kívül mondom, hogy nagyon sok magyar mentor is van, aki meg coach, meg a legjobb, amit ki szoktak írni, figyeljetek, transformatív coach, vagy transformációs coach. Life coach. Aki azt írja, hogy transformációs coach, az szerintem nincs is képbe azzal, hogy ez mit jelent körülbelül. Magyarországon én nem is nagyon tudok olyan embert, aki transformációs coach lenne. Egy transformációkat tudok csak. Ez hülye. Kb. Egy-két ember van, akit úgymond az ismerőségi körömből arra tekintek. De ezt gyorsan elmagyarázom nektek. Tehát motivációs coachból rengeteg van, aki bemotivál és elhiteti veled, hogy meg tudod csinálni, nyomja. Dunát lehetne vele rekeszteni. Dunát, tényleg. Ezen felül vannak amúgy az inspirációs coachok, akik ténylegesen mondjuk végigvezetnek egy folyamaton, és megváltoztatják az életedet mondjuk olyan egy kötője három hónapra. Tehát ezekből is van. És a transformatív coach, aki elmész hozzá, és az egész életedet megváltoztatja. De most szerintem, ha te elvégzed a coach tanfolyamot, nem tudom én hol, és kijössz egy oklevéllel, akkor onnantól te nem vagy transformatív coach. És akinek az Instagramra az van, hogy transformatív coach, persze, biztos, hogy vannak kivételek, de szerintem inkább inspirációs coachok, mint transformatív coach. Szerintem inkább humbuk. Vagy humbuk. Tehát, hogy az a baj, hogy most már egyre többen vannak olyanok, akik ilyen scammerek, tudod, és beszéljünk erről is egy kicsit, szerintem, Blaze. Hát, ez nem scammer szerintem, hanem nem, ez olyan, mint amikor a személyjegyző elmegy egy tanfolyamra, és ott a papír és személyjegyző. De attól még nem lesz senki ugyanúgy, csak van egy papírja róla, hogy ő azt tett. De most nem is arra gondoltam, tehát félre ne értsetek, nem ezekre a coachokra gondoltam, hogy scammerek, mert biztos, hogy tudnak értéket adni. Tényleg. A kérdés csak nem vagyok benne biztos, figyelj. Szerintem tudnak, a kérdés csak az, hogy megéri-e azt a pénzt, amennyit elkérnek ők a szolgáltatásaikért. Mert én nagyon sokszor gyanítom, hogy nem. És vannak olyan coachok, akik sokkal jobb szélszesek, mint amilyen szolgáltatást tudnak nyújtani. Érted ezt? És értem, de én is azt mondom, figyelj, ezt kapsz ki. Szóval, az jön, valaki elmegy coachiskolába, kap egy papírt, attól ő még nem lesz coach. Valaki elmegy személyedzőiskolába, kap egy papírt, nem lesz személyedző. Én is elmentem barista képzésre, kaptam egy barista oklevet, attól még nem vagyok barista. Pontosan, teljesen egyetértek. De viszont, hogy is mondjam, most van, te is találkoztál már ilyenekkel, akik nagyon jó CSS-ek, tényleg nagyon jó, és megpróbálják a szolgáltatásukat ahhoz beárazni, hogy az adott embernek mennyi van a pénztárcájában. Ja, ez a legjobb. És ugyanazt a szolgáltatást kajak, valakinek 50 ér adja, valakinek 150 ér. És erre mondom azt, hogy scammer, mert ez biztos, hogy scammer, mert a szolgáltatásodnak van egy ára, szerintem. És hogyha azt beárasztod 50 ezerre, akkor ne kérjél 150 ezeret érte, mert akkor egyszerűen átvered az embereket, mert a szolgáltatásodnak nincs annyi értéke. Én mindig azt mondtam, hogy az egy nagyon jó példa arra, hogy meghatározod a te szolgáltatásodnak az értékét, először is te igénybe vennéd a szolgáltatásodat, fizetnél ennyit érte, és ilyenkor általában az emberek az a baj, hogy túlságosan optimisták magukkal szembe, és azt mondják, hogy persze, ennek a 25-szeresét is megéri. Jó, akkor kérdezd meg kérlek három barátodat, és próbáld meg nekik eladni annyiért. És hogyha
El tudod adni? Kiröhögnek, akkor off. Ha kiröhögnek, akkor ja, off. Próbálj meg három barátodnak eladni ezt, de ténylegesen. És hogyha el tudod adni a barátaidnak úgy, hogy szemrebbenés nélkül, hogy nem átverés meg ilyenek, akkor jó helyen van az árad szerintem, és akkor egyáltalán nem vagy scammer, hanem akkor ténylegesen értéket tudsz adni nekik. Viszont, hogyha úgy érzed egy picit is, hogy átbasznád a haváriaidat vele, akkor meg vidd lejjebb az árakat, és nem szégyen szerintem lejjebb vinni az árakat, és szépen felépíteni magadat, sőt, sokkal inkább tiszteletre mértó szerintem. Persze, stabilan kell kezdeni, mindig azt tudom mondani. Mekkora zárszó volt, vagy végszó? Mindig a stabilat kell építeni, és abban lehet valami, nem pedig ingadozni, meg szórakozni rövid távon, aztán meg turistáskodni. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, Blaze, köszönöm szépen, hogy itt voltál, akkor szerintem azért mindent átvettünk ebbe. Itt a mentortól, a szkemmerekig mindenről beszéltünk, szerintem meg arról is, hogy hogyan építeni. Igen, és hogyha már a szkemmereknél vagyunk, egy záró mondat. Az összes gold digger prank, ami fent van a neten, scam. De ezt nem tőlem tudjátok, és most nem kell sírni. És most, tudod, most valaki az olyan, amikor megtudták, hogy Mici Mackó amúgy lány. Lány Mici Mackó. Ezt most itt hagyom, írjátok be a Wikipédiára. Én kajak sírtam, megmondom őszintén, amikor ezt megtudtam. Mert az egész gyerekkorom egy hazugság volt. De nem akarom senki másnak. Akkor most megtudtuk, hogy lány Mici Mackó és a Goldiger prankek nem igaziak. Hát ezekkel a gondolatokkal hagyunk itt titeket. Ezzel zárul 2020. Igen, ennél rosszabb már nem lehet. Na jó van. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. További szép estét. Szia, Blaze. Hello.